Befejelte a szélvédőt és a helyszínen meghalt a sofőr. Az internetre töltötte fel valaki ezt a videót néhány napja. A felvétel Szombathelyen egy halálos baleset utáni helyszíneléskor készült. Tolna megyében ugyanúgy, mint az ország más részein is gyakoriak az olyan halálos balesetek, amik jó eséllyel elkerülhetőek lennének, ha az autókban ülők bekötnék magukat. 2018-ban összesen 20 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Tolna megye útjain, melyekből 5 olyan eset volt, amikor a biztonsági övet az elhunyt személyek nem használtak. Ezekben a balesetekben 8-an haltak meg. Kameránk előtt bírságoltak meg a rendőrök néhány napja egy autós szexárdon, mert nem volt bekötve. Hiába kerül súlyos 10 000-ekbe, ha valaki nem használja a biztonsági övet, a rendőröknek mégis sokat kell emiatt intézkedniük. Aki lakott területen belül nem használja az övét, az 10 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat, illetve 3 büntetőpontra a járművezetők esetében. Aki lakott területen kívül nem használja az övét, az 15 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető, aki pedig autópályán teszi mindezt, az 20 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat. A biztonsági öv használata egyébként nem csak az előülők számára kötelező. Ha az autóban hátul is van ilyen eszköz, akkor azt is kötelező bekapcsolni, ha azon az ülésen utazik valaki.